a magyar szocialisták megígérhették az európai szocialistáknak a határkerítés lebontását. Erről is beszélt Hüvdégi Balázs, az MSZP-s Újhely István két nappal ezelőtti soproni kampányrendezvénye kapcsán. A Fidesz úgy tudja, hogy Franz Timmermans hamarosan újra Magyarországra utazik az itteni, ahogy fogalmaztak, bevándorláspárti szövetségeseihez. Ma az MSZP és a DK is azt hangoztatta, hogy marad a déli határkerítés, bár a DK szerint a magyar határon nincsenek menekültek. A migrációt kizárólag egy szolidáris menekültügyi rendszer képes megoldani, jelentette ki egy keddi televíziós vitában Franz Timmermans. A szocialisták csúcsjelöltjének jóslata szerint, ha ez nem valósul meg, akkor a schengeni övezetben ismét leereszkednek a határsorompók. Franz Timmermans külön kiemelte Lengyelországot és Magyarországot, vagyis azokat az országokat, amelyek elutasítják a kötelező betelepítési kvótákat, azaz a migránsok tagállamok közötti elosztását. Ez nem lenne más valójában, mint a határvédelmi kerítés elbontása, a migráns kvóták bevezetése és a bevándorlók betelepítése az Európai Unióba. A Fidesz szerint a bevándorláspártiak csúcsjelöltje, Franz Timmermans a szolidaritás címszava alatt továbbra is a migránsok betelepítésére készül, a magyar baloldal pedig hű szövetségese a bevándorláspárti politikusnak. Timmermans ebben a mostani vitában is támadta a bevándorlást elutasító Magyarországot. És azt is tudjuk most már a hírekből, hogy Timmermans nem sokára ismét ide fog utazni Magyarországra, az itteni bevándorláspárti szövetségeseihez, többek között ahhoz az MSZP-hez, amelynek az egyik képviselő jelöltje pont most, tegnap ígérte meg az európai szocialistáknak a határkerítés elbontását. Hogyha a kerítésmentes és egységes Európai Unióra vágynak. Az MSZP európai parlamenti képviselője keddi sajtótájékoztatóján kerítésmentes Európát ígért. Mint mondta, a szocialisták jelentik az egyetlen garanciát arra, hogy Európában ne legyenek újra vasfüggönyök. Azt látjuk, hogy egy darab menekült nincs a magyar határon, úgyhogy a magyar választók emiatt ne aggódjanak, innen is üzenem a televízió nézőknek, egy darab ember nincs a határon. A Demokratikus Koalíció szóvívője szerdán Franz Timmermans nyilatkozata kapcsán arról beszélt, hogy szerinte egyelőre felesleges kvótákról vagy betelepítésről beszélni, mert az Unió és a Törökország közötti megállapodás megállította az illegális migrációt. Egy következő Európai Parlament el fogja dönteni, hogy milyen kérdéseket tűz napirendre, látni fogjuk, hogy lesz-e tömeges bevándorlási szándék, és akkor majd el fogják dönteni a magyar-európai parlamenti képviselők, köztük a DK képviselő is, hogy mi lesz az álláspontjuk. Korábban a DK és az MSZP képviselői is a határkerítés lebontása és a kötelező betelepítési kvóták mellett érveltek. A szocialisták már a kerítés felépítését sem támogatták. Nem jó eszköz, nem jó megoldás, ezt elutasítjuk. Európában nem felépíteni kell a szöges drótokat. Miután felépült, többen kijelentették, hogy mi hamarabb le kellene bontani. Például az MSZP-s Botka László. Azon leszünk, hogy minél gyorsabban le tudjuk bontani. Magyarország igenis nem csak, hogy képes befogadni messziről jött embereket, de jól is jár. Jól is járna nagyon sokakkal. Gyurcsány Ferenc, a DK elnöke azt hangoztatta, hogy szerinte Magyarország jól jár a bevándorlókkal. Azért szavaztam meg, sőt, ennél rosszabbat is tudok mondani, az előkészítésben is közreműködtem, mert hogy ez egy jó irányba tett lépés. Niedermüller Péter, a párt EP képviselője pedig meg is szavazta az uniós kvótákat.